Köszöntöm kedves nézőinket! Műsorunk eheti adásában a november 15-i képviselőtestületi ülés első részét láthatják. Megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk. Két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom, hogy a mai jegyzőkönyv hitelesítőink Török Ferenc képviselő úr, Boldári Ferdinánd úr legyen. Aki egyetért azzal, hogy Török Ferenc képviselő úr legyen az egyik jegyzőkönyv hitelesítő, azt kérem igennel szavazzon. Köszönöm, 11 igennel fogadtuk. Aki egyetért az, hogy Bolvári Ferdinánd legyen a másik képviselő, jegyzőkönyv hitelesítünk, azt kérem igennel szavazzon. Köszönöm szépen. Egy sürgősségi indítvány került be. A 2018 év bölcsődei fejlesztési program pályázat hiánypótlása. Ennek oka hiánypótlást kapott az önkormányzat, amelynek határideje hétfő, 5 munkanap, és korábban is említett minél gyorsabb pályázat beadása, hogy már úgynevezett elsőkörös elbírásban részt vegyen a város. Kiírásban nem szerepelt, hogy eszközt is kell beszereznünk. Az irányítóhatóság jelezte, és ezért írta ki a hiánypótlást, úgyhogy most belső átcsoportosítás került sor, tehát a végösszegek nem változtak, csak belül át kellett rendezni, úgyhogy eszközbeszerzést is kell megejtenünk. Aki egyetért azzal, hogy ezt napirendre tűzzük, azt kérem igennel szavazzon. Tizenegyen elfogadtuk, köszönöm szépen. Akkor a napi rendeltett javaslatok, Kalocsavárs település rendezési eszközeinek részterületre szóló módosítása, kiemelt fejlesztési területre. Kettes Kalocsavárs önkormányzat és intézményi 2018 évi költségvetési rendelet, 3-as számú módosítása, 3-as 2018 évi költségvetési kitekintő határozat 1-es számú módosítása, 4-es Kalocsai Polgármester Hivatal Köztisztviselőnek 2019 évi illetmény alapjának meghatározása, 5-ös 2019 évi számlavezetésre és 20 millió forint összegű hólyszámla hitelkeret biztosítása irányú szerződéskötés jóváhagyása, illetve a döntés a 2019 évi 200 millió forint összegű főszámla hitelkeret felvételről. Nem felvétel, hitelkeret keretről. 200 millió, elnézést kérek. Igen, bizonyos pénzünkből 220-at vettek, és azóta fejembe. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok további működése, 7-es állami számbevőszék ellenőrzése és intézkedési terv elfogadása, 8-as Kalocsai Széchenyi út 41 második hétszám alatti lakás, üzleti alapon piaci feltételekkel történő bérbeadása kijelölése, 9 pályázat előkészítése nemzeti új program, sportprogram keretében mini multifunkciós pálya létesítésére, Kalocsai Csokonai utca tagoldalában, valamint pályázat előkészítése, ovisport pályához a karbantartó gép beszerzésére. 10-es doktor Tuzsan, Tündes doktor Tóth Norbert, Kalocsa Vörös Martó 79 számú tulajdonát képező Kalocsa 9810 helyrajzi számú ingatlan, mint Kalocsa város önkormányzat tulajdonát képező 9809 és az 5029 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítás, telekcsere jóvágyása, a rendezési terv módosításával, valamint a megvalósulási ütemek szerint meghatározott település rendezési szerződések megkötése. És akkor a 11-2018 év bölcsődei fejlesztési program, pályázat hiánypótlása, 12 egyebek. Megkérdezem, hogy van-e más javaslat. Dr. Angeli Gabriella. Köszönöm a szót, polgármester úr, napi rendelőt szeretnék szólni. Milyen témában? Külföldi befektetők. Török Ferenc képviselő úr. Köszönöm. Napi rendelőt kérnék szépen 3 percet közérdekű ügyben. Milyen közérdekű, mert még egyszer nem megyünk bele egy csapdába. Meg kell nevezni. A fiatalokat érintő lehetőségről. Ez megint nem konkrétum, de jól fölírom magamnak.
Igen. Szabó Balázs képviselő. Köszönöm szépen a szót. Én egy kérdést szeretnék föltenni lakossági észrevétel alapján. Az jó, ez a végén. Igen, zöld hulladék számítás, szállítás ügyében. Miért? Itt is van probléma? Van probléma? Jó, hát már csak kérdezem. Hogy azt hittem, hogy itt is a cég tönkrement. A kérdést utána csak azt hittem, hogy a cég tönkrement. Mi? Mindjárt. Megkérdezem, hogy más van-e még. Ha nincs, akkor a napi rendeket ezekkel a napi rend előttiekkel kérem megszavazni. Aki ez egyetért kell, igen, ezt szavazzam. Tizenegy igen, elfogadtuk, megadom a szót dr. Angeli Gabriela képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, polgármester úr, hadd emlékeztessem önt egy a 2014-es kampányban tett ígéretére, akkor ön azt vállalta, hogy, szó szerint felolvasnám, indít egy folyamatos befektetés, ösztönzési kampányt Németországban a kalocsai befektetési lehetőségekről, ebben a konkrét kalocsai területek befektetési telephely ajánlatai, tervrajzok, munkaerő kínálat szakmai összetétele, letelepedési kedvezmények, árak, rezsidíjak, szakmai oktatás lehetősége, stb. Fognak szerepelni. Ezzel párhuzamosan a hivatalból egy vagy kettő több nyelven beszélő jogász, tanár, közgazdász, építész végzettségű szakembert kell megbízni, önálló munkahely teremtési feladattal, akik a fontosabb befektetésben érdekelt államok gazdasági szervezeteivel tartják a folyamatos kapcsolatot, és szervezik külföldi befektetőket Kalocsára. Szeretném tudni, polgármester úr, és azt hiszem a képviselőtársaim is, hogy van-e már ebben a vállalásban előrelépés, esetleg előkészítés alatt áll már bármi. Találta olyan szakembert a hivatalból, aki felvette a kapcsolatot, és esetlegesen szervezi a külföldi befektetőket. A kérdés azért is aktuális, mert úgy látszik, hogy magyar befektetők nem igazán érdeklődnek városunk iránt, és polgármester úr, szívesen felajánlom a segítségemet, bár az ön jó voltából már nem én vagyok a kapcsolattartó németországi testvérvárosunkkal, de ha elfogadja, nagyon szívesen segítek önnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tessék? Napi rendelőtt jó, de nem baj. Most már hozzászokok, hogy ebben az időszakban olyan kérdések kerülnek elő, ami nem meríti ki ezt meg a konkrétumot. Természetesen, hogy volt egy ilyen ígéretünk, el is kezdtük, ha jól tudom, én is ott volt azon a kinti tárgyaláson, amit elkezdtünk. Annak volt egy oktatási része is, és a befektetői része is, ami egyelőre ugye bizonyos okok miatt leállt. De természetesen, ha vállal ilyen tevékenységet, nagyon szívesen megbízunk a képviselőtestület nevében. És örömmel vesszük, hogy ide német befektetőket, vagy külföldieket hoz. Tehát mindenféleképpen ezzel foglalkozunk, az a vonal, térítésmentesen. És képviselő azt, hogy nagyon jól tudja, hogy tárgyaltunk ebben a témában, de akkor egy bizonyos részen megszakadtak ezek a dolgok. Jó. Egyébként örülök, hogy az ígéreteimmel próbálnak részt fogni. Én nem akarom a jelenlegi kormányfőnek egyik jelentését mondani, mert ő is azt mondta, hogy más a kampány és más az ígéretek megvalósítása. Úgyhogy onnan vettem az idézetet annak idején, csak ezt török képviselőnek nem mondtam útkor. De most utána néztem, hogy honnan is jött ez nekem, és egyértelmű volt. Természetesen azt jelenti, hogy lehetőségekhez képen be kell tartani, neket ígértünk. Ezért én megkaptam ugyan a városban egy bizonyos nevet, de engem nem érdekel, nyugodtan. Látok, hazudós jelzést kaptam hozzá, tehát nem baj, nem zavar. Más is hazudott már itt, nem is egyet, többet is. Így van, de én ezt nem zavar engem, tehát. Haladunk tovább, megadom a szót török képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nagyon sok szülő megkeresett, és nagyon érdekes és aranyos volt, hogy fiatalok is megkerestek. Azok a fiatalokról beszélek, akik görkorcsolyával, gördeszkával
folyamatosan keresik a lehetőséget, és sajnos nem mindig a legjobb dolgot csinálják, mert az önkormányzat előtt felújított lépcsőkön sokszor csúsztatják a deszkát meg a görkorit. Ezek skating pályát szeretnének, ezzel keresnek folyamatosan bennünket, és én megragadnám itt a lehetőséget, és Bolvári Ferdinánd képviselőtársamhoz fordulnék, hogy segítsünk már ebbe a gyerekeknek, meg segítsen nekem, hogy ez megvalósuljon, mert azt látom, hogy mostanában ugye azok a dolgok történnek, amiben Bolvári képviselőtársam benne van. Úgyhogy én tőle várok segítséget, mert akkor úgy tűnik, hogy működik és fog történni ebbe az ügybe valami. Úgy tudom, hogy van olyan pályázatunk, abban valamilyen szinten ez megjelent, de úgy gondolom, hogy megint kihagytuk a fiatalokat, vagy akik ezt egyébként használnák, hogy megkérdezik, hogy mekkorát, miért, hogy szeretnék, hova lehetne ezt tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan alulról jövő kérés, kezdeményezés, amivel mindenképpen kellene foglalkoznunk. Nem beszélve arról, hogy akkor egy olyan helyen építhetnénk meg ezt a skating pályát, ahol a gyerekek akár felügyelet alatt, akár látható helyen is, akár olyan helyen tennék ezt a sporttevékenységet, amit nagy örömmel végeznek, amikor nem a városi műtárgyakat rongálják, vagy nem mások háza előtt teszik ezt, vagy nem a piactér mellett a tűzoltósággal szemben a fák alatt tárolt ilyen kisebb eszközeiket, hanem akkor építsünk. Én nagyon jó példákat láttam Brüsszelben, Párizsban, vagy a Európában, bárhol jártam, hogy akár komoly tereken is, akár nem mindez a fél terem, akkor a területen ki van alakítva a betonból, ez tulajdonképpen egy hullámos felület, ahol tudnak csúszni, tudják, van benne egy-két vas olyan szerkezet, mint a síelők, amikor szokták megcsúsztatni a léceket, tehát biztos sokan láttunk már ilyet, úgyhogy ebbe szeretném kérni a segítséget, és akkor remélem, hogy a legnagyobb örömére ezeknek a fiataloknak történni is fog valami. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr, nyitott kapukat dönget, ugyanis nincs elfelejtve a CLRD pályázatban ez a témakör, mivel késedelmesen indult a pályázat, ezért valamint csúszott, de ki van tűzve december 16-án, lakossági fórum lesz ebbe a témába, fiatalok, szülők, mindenkit várunk erre az alkalommal, tehát ott lesz első körben megbeszélve ez a téma, tehát mindenféleképpen teret kívánunk nekik biztosítani. Tehát köszönöm az észrevételt, de nem feledkeztünk meg róla, sőt a dátum is ki van tűzve. Nem adok szót, Ferdinánd. Ez jó, hogy oké, hogy téged, ezért jó, megadom a szót, mert ugyan személyes, de egyértelmű dolgok, hogy erre tudtunk válaszolni, és én úgy tudom, hogy a CLRD pályázatnak a tagja vagy az egyik tagja. Köszönöm a kérdést. Akkor ezek szerint még négyet megnevezhettek volna. Képviselő úr, a pénz meg van nyerve erre a dologra. A fiataloknak már jeleztük, és ahogy polgármester úr mondta, decemberben lesz ez a hacs ülés. Vagy ott, vagy akkor fogjuk kijelölni, hogy mikor fogjuk meginterjúvolni őket. Igen, hogy mire volna szükségük, meg hogy hol. Ezt majd közösen fogjuk eldönteni. A képviselőtestületből hárman tagjai vagyunk ennek a hacsnak, Szabó Balázs képviselőtársam és Lakatos Melinda, aki vezeti. Tehát természetesen ez képben van, csak csúszik sajnos ez a pályázat. De megvan rá a pénz. Köszönöm szépen én is. És akkor elkezdenünk a napirendi pontjainkat tárgyalni. Első napirendi pont, Kalocsaváros település rendezési eszközeinek részterületre szóló módosítása, kiemelt fejlesztési területre. Ugye ez a volt honvédségi laktanya terület fejlesztése miatt szükséges. Az anyagot kiadtam, de egy pár szóbeli kiegészítésre fölkérem a műszaki osztályvezetőit. Köszönöm szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Nem először kerül vissza a képviselőtestület elé ez a téma, hiszen magáról a rendezési terv módosításáról, illetve a kiemelt fejlesztési területről való kijelölésről már korábban született döntés, konkrétan az indításáról, de pár szóban azért mégis összefoglalnám az előzményekkel, tehát itt ugye a TOP 1-1-1 kódszáma iparterület fejlesztési
projektünk, Európai Uniós nyertes pályázatunk kapcsán merült fel ennek a módosításnak az igénye. A település rendezési terv ezen része különleges honvédelmi övezet besorolás alá esett, amely nem tette volna lehetővé a pályázatban kitűzött céloknak a megvalósítását, hiszen kizárólag GIP, azaz egyéb ipari övezetbe sorolt területen lehet a fejlesztést végrehajtani. Ez a pályázatban szereplő mérföldkövek szerint utólagosan is teljesíthető, nem kellett magához a pályázat benyújtásához is már rendezni, viszont a pályázat elnyerését követően a testületi döntésnek megfelelően elindítottuk ezt a folyamatot, a szükséges szakhatóságokkal, állami főépítéssel az egyeztetéseket lefolytattuk, és az egyeztetéseknek megfelelően a beérkező javaslatok alapján ez a rendezési terv módosítás elkészült, és a képviselő testületi döntést követően már a következő napon hatályra is emelkedhet, ezt követően pedig el tudjuk indítani azokat a szükséges engedélyezési eljárásokat, amelyek az iparterületen tervezett újonnan létesülő épületeknek a megkezdéséhez, építésének megkezdéséhez szükségeltetik. Tehát a lényegi változás, mint ahogy említettem, annyi, hogy KH különleges honvédelmi övezetből GIP egyéb ipari övezetbe sorolódik át. Lényegi változás nincs, hiszen a terület felhasználása korábbitól komolyabban nem fog eltérni, de a pályázati kiírásnak ezzel a módosítással tudunk eleget tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és megkérdezem most már képviselőtestületet, hogy ezek után az írásos anyag is a szóbeli előterjesztés, a kiegészítés alapján van-e tisztázandó kérdése valakinek? Ha nincs kérdés, akkor észrevétel vélemény van-e? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom, először a határozati javaslatot, majd később rendelet elfogadása következik. Tehát határozati javaslatként Kalocsaváros Önkormányzat képviselő testülete, ilyen számú majd kiderül, 2018 határozata, Kalocsaváros 198/2004 jövőjárszám határozat jóvágyott település szerkezeti tervének módosításáról, Kalocsaváros Önkormányzat képviselő testülete, Kalocsaváros 198/2004 jövőjárszám határozata jóvágyott település szerkezeti tervét, az alábbi mellékletek szerint módosítja. Kettes határozat egy melléklet, Kalocsaváros kiemelt fejlesztési területre szóló település szerkezeti fedvényterve, M1 a 3000-be, kettes melléklete a változások, kettes melléklet változások bemutatása, M1 3000-es mértékben, 2,2 melléklet a változások leírása, és a 3-as számú melléklete, a változás érintett terület biológiai aktivitás érték számítási eredménye. Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon. Tizenegy igennel elfogadtuk, köszönöm szépen, és egy rendeletet is el kell fogadnunk ebbe, ugye a módosítról. Kalocsaváros Önkormányzatának képviselőtestülete, ugye ez majd a kiirdetés napjával lép hatályban, Kalocsaváros helyépítési szabályzata vagy szabályzási tervének jóhagyásához szóló 22/2004-20 önkormányzati rendelet módosításáról. Természetesen ezt nem kívánom felolvasni, mindenki előtt megvan. Aki ezzel egyetért, hogy ezzel a módosításra kerüljön a helyépítési szabályzatunk, azt kérem igennel szavazzon. Tizenegy igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Második napi rendi pontunk, Kalocsaváros Önkormányzat és Intézményei 2018-i költségvetés rendeletének 3-as számú módosítósa. Ez a szokásos módosítás lenne, az időközben szükséges átvezetések és a korábbi határozatok miatti módosítások történnének meg a rendelet tervezetbe. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Dr. Angeli Gabriellától adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Molnár Gábor osztályvezető úrhoz lenne kérdésem, ha lehetséges.
Osztályvezető úr, megkérhetném-e önt arra, hogy a jövőben egy kicsit számunkra érthetőbb módon kapjuk meg az előterjesztést? Itt most mondanék is egy konkrét példát, ha nem tudnám, mire gondolok. A második oldalon, az ötödik sorban például zárójelben megnevezi nekünk, hogy tulajdonosi pótbefizetés a Kalocsa TDM részére, és ebben a táblázatonként összeállított anyagban nagyon sok helyen nincs megnevezve. Lehetséges lenne, hogy a jövőben akkor ilyen zárójelben mindig megkapjuk, hogy melyik pontos, melyik határozatról van szó? Természetesen lehetséges. Azt gondoltam, hogy maga a testületi határozat szám az elegendő, hiszen már egyszer meghozott döntésekről van szó, de amennyiben erre igény mutatkozik, akkor oda fogom írni, hogy milyen tárgyban hozott döntést akkor a képviselőtestület. Köszönöm. Más kérdés van ezzel kapcsolatosan? Jó, akkor zárom a kérdést, volt észrevétel vélemény van-e? Dr. Filvi Géza képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Ismét költségvetési szavazás előtt állunk, és semmi esetre sem szeretnék senkivel vitatkozni képviselőtestület tagjai közül, illetve senkit nem szeretnék meggyőzni, hogyha más véleményen vannak. De kérném, hogy adják meg nekem is azt a lehetőséget, hogy én is más véleményen lehessek, és ezt el is mondjam, hogy mi ez a más véleményem. Legfőképp szeretném ezt azért is tenni, mert egyik képviselőtársunk nem olyan régen tett egy olyan nyilatkozatot, hogy az ellenzéki képviselők nem szavazzák meg a költségvetést, és hogy ez milyen felelőtlen dolog, és hogy a város gazdálkodását veszélyeztetik, nem veszélyeztetik, és nem tudom, hogy miért mondott ilyet, illetve szeretném elmondani, hogy miért nem tudom én magam, illetve a Fidesz-KDNP és képviselőtársaim is miért nem támogatják a költségvetést. Nem tudom, hogy nyilvánvaló-e mindenki számára, hogy ugye a költségvetés ugye évről évre egymásra is épül, vannak kapcsolódások, és ugye ezt a polgármester terjeszti elő a képviselőtestület elé. A polgármester úr ezt a költségvetést elénk terjeszti, és kettő példával szeretném csak érzékeltetni, hogy például mivel nem tudok egyetérteni. Már mindjárt a 2014 év végén ugye az önkormányzat fölállása kapcsán plusz egy bizottságot hozott létre a képviselőtestület, ennek a költsége éves szinten körülbelül egy 2,5 millió forint. Ez is egy olyan tétel, amit én feleslegesnek tartok, és ez a tétel is benne van a költségvetésben. Illetve amikor vagyonelemet értékesített az önkormányzat, és mintegy 500 millió forint értékű vagyonelemet értékesített, ez 500 millió forint, és ezt úgy tette, hogy nem ez az önkormányzat termelte ezt a pénzt meg, nem ez az önkormányzat hozta létre ezt a vagyonelemet, hanem csupán megkapta. Megkapta kezelésre, ezt értékesítették, és ez a pénz bekerült a költségvetésbe. És először igaz, hogy letagadták, hogy működésre megy el, de egy másfél év múlva osztályvezető úr kimondta, hogy igen, egy a kalap, és ebből költenek működésre is. Ezek a számok is benne vannak a költségvetésben. Vannak olyan számok is a költségvetésben, amellyel magam is egyetértek és jónak tartok, de mivel nem költségvetési soronként szavazunk, hanem összegészében, így ezért, és ezt a kettő példát akartam hozni, hogy érzékelhető legyen, és remélem képviselőtársam is akkor is így megérti, hogy miért nem tudjuk támogatni a költségvetést. Nem tudom, hogy azért mondja tévesen, mert nem érti a mechanizmust, vagy azért, mert szándékosan akarja megtéveszteni kalocsai lakókat. Ezért szerettem volna ezzel a két példával érzékeltetni, hogy ezért nem tudjuk támogatni a költségvetést, és ez jelen szavazással is így fog történni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Egy megjegyzést azért tennék hozzá. A költségvetés természetesen minden évben egymásra is épül. Ebből egy vagyonelemet, amit ön említ, azt pályázaton nyerte még nem az ön, hanem az előző képviselőtestület, amelyet megvalósított, utána beépült az önkormányzat vagyonába, és ez a vagyontárgy az önkormányzat tulajdona volt. Utána nem csak használatra kapta meg, hanem ezt aktiválásra került. Utána
Én úgy tudom, hogy önök is értékesíteni szerették volna, csak nem jött össze, viszont az önkormányzatnak a pénzügyi helyzet olyan volt, hogy egy olyan vagyontárgyat értékesítünk kellett, amely helyre tudjuk hozni a költségvetés egyensúlyát, mert nem volt egyensúlyban a költségvetés. Annak egy része, illetve a teljes egésze beépült a költségvetésbe, nem magánfelhasználásra ment, annak egy része elment ugye a cégeknek a tőkésítésére, amely ugye egyrészt a fejlesztési alapunkat vitt el, ugyanez a költségvetésbe került bele, és gyakorlatilag ugye a költségvetésbe használtuk föl, ennek egy része még maradványa még mindig van belőle. A másik része pedig a költségvetési működéshez ment. Ezt senki nem is tagadta. Ezzel el tudunk számolni, el is számoltunk. Remélem, hogy még egy éven keresztül kétszer, háromszor előkerül, hogy mit csináltunk belőle. Ezt csináltuk. Egyébként, ha azt nem léptük volna meg, akkor ma itt nem vitatkozunk ezzel, mert valószínű, hogy a költségvetésünk miatt a szanálásra került volna az önkormányzat. Ezt mindenki tudja, tehát fölösleges ezt előhozni. Tehát a költségvetés az mindig az adott szituációtól függ, és a költségvetésben igenis van a gazdálkodás elemei, amit be vagyont értékesítünk, vagyon növekszik, mert a pályázatok útján növekszik, tehát ez nem egy állandó dolog, hanem ez változó dolog. Természetesen joga van minden testületi tagnak eldönteni, hogy megszavazza, nem szavazza meg, szíve joga, tehát nincs ezzel. Egy a lényeg, hogy el tudjon számolni a képviselő testületi tag a választóival, hogy ő nem pártérdeket, nem más érdeket képviselt, hanem az a város érdekeit képviseli. És ez pedig kötelező jelleggel, ugye kimondja az államháztartási törvény, vagy a számviteli törvény, most pontosan nem emlékszem, számviteli törvény, ugye? Államháztartási. És már én is keverem, hogy negyedévente módosítani kell, hiszen hozzá kell. Független attól, hogy a módosításokat már egy határozattal elfogadja a képviselőtestület, vagy pedig még az államkincstártól kapunk olyan beépítendő elemeket, amit be kell építeni. Természetesen ezeket nem tagadhatjuk meg, átvezetjük, de ezt helyre kell raknunk, hogy rendeletbe is megfelelő formába kell ölteni. Ennek is van egy visszássága, el szoktam mondani, hogy még a magyar parlament 50%-os plusz egyes szavazásra fogadja el az éves költségvetéseket, addig az önkormányzatoknál a költségvetés minősített többsége, mert rendeleti formába kell megalkotni. Ezért nálunk mindig többségi szavazat szükségeltetik, amely nem minden esetben biztosítható, pont azok az indok miatt, amit önök elmondtak. Természetesen az, hogy a megfelelő gazdálkodás és az éves szintű gazdálkodás menjen, ehhez szükségeltetik az, hogy meglegyen a minősített többség a éves szavazásoknál. Ugyan a módosításoknál is meg kell lenni, ezt mindenki tudja, de ez egy hával vaskarika, hiszen már egyszer nagy részét megszavazta a képviselőtestület. És még egy gondom van ezzel, nem gondom, hanem az önkormányzat, mikor meghozza a törvényeit, az mindenkire vonatkozik. Ha egyszer hozott határozatot, és nem azt írjuk ki, hogy ennyi és ennyi igen szavazat és nem, mert ez a jegyzőkönyvbe kerül, a végrehajtása kötelező mindenkinek. Ennyit kívántam hozzá elmondani, és természetesen ma is majd meglátjuk, hogy átmegy, nem megy át, majd meglátjuk, hogy mi lesz. A következményeit tudjuk azt is, hiszen annak is megvan, hogy milyen következményei vannak, ha nem fogadjuk el a módosítást. De ez nem az én ügyem, mert ez megint a testület ügye lesz. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk tehát egy hét múlva is, amikor a város életével kapcsolatos további fontos döntésekről tájékoztatjuk önöket. Viszontlátásra!